Üdvözlöm, tisztelettel, a Mikulás vagyok. Mikulás. Nem tudok keresztnevet mondani. A Mikulás. Miért menjen a Mikulás el? Miért? Nem vicc, kezicsókolom. Ha kitetszik nézni az ablakon, majd letetszik önnek, megtetszik látni, hogy a Mikulás vagyok. Igen, és mit akar? Tessék szívesen lejönni, mert hát kaputelefonon nagyon nehéz a Mikulásnak. Ez egy ilyen... Na de ez egy előzetes, épp az elmondanám, hogyha kitetszene én egy pillanatra. Csak ide a rácsos kerítésig tessék kijönni, hogy az ablakon kinézni, megtetsz... Nincs itt van a ház úrnője, hogy úgy mondja. És az illetékesebbet megbeszélni, nem a nagymama. Én nem egy ilyen hétköznapi Mikulás vagyok, hanem egy állami Mikulás vagyok. Igen. És tulajdonképpen én mostan, hát épp azért vagyok itt, hogy ahol tudok, valamit Mikulásra, ugye most az állam egy kicsikét az állampolgárokhoz fordul, hogy én szeretnék kérni valamit, mert hogy tudjak aztán Mikulásra ajándékozni. De nem gondolja, hogy még februárban, vagy március, hogy hát előre van tervezés, most 2-3 évre azt mondták, hogy most nehezebb lesz egy kicsit össze kell húzni, és ez nyilván a Mikulásra is érvényes, és azért ahol tudunk, azért valamit megpróbálunk. A legkisebb dolog is jó, de ugyanakkor egy elég nagy puttony. Nem fogom azt mondani magának, hogy mit adok. Hát azt kell... Majd megbeszélem a lányommal, és akkor majd... Esetleg valami olyan, mert hát az ószeres, azt tetszik ismerni, az már lejárt, és hát ilyen millióbe, hogyha... Nem, mert az ószeres az egész más hangon beszél, azt mondja, hogy es oszés, ruhászi, köd, zsutort, mindent vesz. Esetleg már tetszik sejteni, hogy mi az, amit remélhetünk? Én nem sejtek semmit. Hogy mégis... Nem mondom a lányomnak, hogy maga mit kért, vagy miről beszél, tehát itt nem is adományról van, nem is arról van szó, hogy maga eljön Mikulás között a gyerekeket meglepi, vagy putonya jön, hanem maga valami gyűjtésvélést rendez. Azt igazolni fogja állami ember maga. És majd akkor... Én maga az állam vagyok, magam. De szóval én kérek arra, hogy valamit az állampolgár Mikulásra nekem adjon. Maga egy nagyon tág fogalom. Miből tetszik gondolni, hogy én egy tág fogalom vagyok? Ez nekem egy picikét rosszul esik. Tessék elinni, egy beesett mellkassal és egy csapott vállal állok, mint tágfogalom. Másról kell beszélni, hanem úgy maga valamit kér. Mondom, jöjjön este... De én nem magánemberként kérek, én a magánembertől kérek. Most független... Magánembertől megszokják indokolni, miért, és nem egy Mikulás, és még azt sem mondja, hogy... Na most egy Mikulás mit képvisel? Hát ugye föl... Arra gondoltam, hogy összeszed valamit egy más gyereknek odaadja, nem? Maga számára. Nem a saját számomra, dehogy. Én majd mondom ezt a lányomékkal, veszeszéli esetleg este 6 órakor. És esetleg, bocsánat, hogy még egy pillanatra föltartom, de esetleg másoknak is tetszene szólni, hogy ne kétszer-háromszor kelljen jönnöm? Mit szólnak én másnak? Nem gondolja, hogy bemegyek a szomszédba, esetleg a követségi épületbe, és akkor azt mondom, hogy hát na most itt van egy Mikulás. Hát ezt lehet illusztrálni. Szóval a Mikulás szó mellé engem mellékelni lehet. Ez a világon mindenütt egy bevált dolog. Szóval nagyon jó kapni, de nagyon jó adni is. Azért azt tessék elhinni, én kamaszkoromban nem akarom tényleg föltartani. Olyan 13 éves lehettem, amikor... Szóval én mindig jól akartam járni, de most már az van, hogy nyilván azért önök is kiköltekeztek itten. Azért nem semmi, ez egy csodálatos dolog, és örökölni ezt már nem lehet, ez csak tényleg a leleménnyel. Na azért kérdezem, tényleg nem akarok se indiszkrét, hogyha esetleg én is tudnék valamit segíteni. Hogyha itt látok, be van zárva itt egy... Hogy mondják ezt magyarul? Garázs.
és ha esetleg ott egy olyan komolyabb kocsi vagy valami volna, akkor én nem tudom, hogy nyilván szupert, de hogy olykor esetleg alkalomattán, vagy momentán el annyira, hogy szinte gyanán. Szóval, hogy nem akarok a saját szavaimba ölteni, szóval, hogy esetleg, ha áll az a kocsi, mert kiüresedtek, mert van olyan, hogy megálltak egy idő után, és mostan nem tudnak tovább lépni, szóval A-tól B-ig, nem, éppen fordítva, hogy esetleg, ha olykor, ha nem tolakodó ez egy kis benzint hozzak, hogy hát, mert itt ugye azért... És ahogy tetszett kifejezni, hogy a ház úrnője az hány óra felé jön? Mondtam. Az is lehet, hogy esetleg már most is itthon vannak? Hát így nem beszélgethetnék magával. Miért? Az úrnő az olyan szigorú? Beszéljön. Nem egy ilyen kaputelefonbetyár vagyok, menj, nyomni kell ám. És elrúgjuk neked meg lejét, sokat beszéltük. Tényleg? Ez... Ha szóval akkor annyit tessék csak mondani, hogy Mikulás. Ezt tudom nekünk mondani. Jó, és Mikulás ruhába jöjjek akkor is? Kérem, majd megnézem magát többről. Tessék szersen, most egy pillanatra kinézni, akkor állapodjuk meg, hogy én most... De most tessék megnézni, hát ha besötétedik addigra, most tessék megnézni, mint Mikulást engem. Köszönöm, csókolom.